Az egyik legérdekesebb dolog az az volt, amikor egy könnyomdával rendelkező ember keresett meg, és megkérdezte tőlem, hogy miből élek. Mondtam, hogy kályhacsempegyártásból élek. És hát hova szállít maga innét, hogy maga megél ebből? És mondta, hogy hát a szomszédomban nem fogok vinni kályhacsempét, a legtávolabbi csempén meg Argentinában van. 78-ban kezdtem el ebben a cégben dolgozni, mint habán festő. Aztán jött egy lehetőség, hogy kemencés fiú lehettem. Itt találkoztam konkrétan először a kályhacsempe gyártással, és a kályhacsempében láttam a jövőt, hogy átmenteni azt a fazekas jellegű tevékenységet, ami egy sokkal komolyabb, mint egy áttörtányér a falon. A csempegyártás az azt jelenti, hogy van egy csomó agyag, ami egy speciális agyag, meg van egy gipszorma, és akkor kézzel beledöngöljük a gipszormába ezt az agyagot, és innétől kezdve szárnyítani kell, bepucolni kell, égetni kell, egyszer mázazni kell, festeni kell, égetni kell másodszor. Ezek a fázisok vannak nagyon leegyszerűsítve. Mi tényleg kézi gyártással, kézi rajzolással, kézi tervezéssel dolgozunk, ami körülbelül 5-600 éves tradíció. A kályha maga egy sokkal komolyabb berendezési tárgy. Egy ingatlan az ingatlanon belül. Emberekbe beleívódott, hogy a kályha az nem csak egy berendezési tárgy, hanem egy túlélő eszköz arra, hogy a zord teleket átvészeljük. Ezt nem lehet máról holnapra kiölni az emberekből. Tehát lélektanilag, hogyha nézzük, biztonságot teremt a kályha látványa. Ebből a tortából ezt a kis szeletet szerettem volna én magamévá tenni, hogy segítsek azoknak az embereknek, akik igénye van kályhára. Amikor egy olyan kályhát kérnek, ami tényleg egy történeti megjelenésben kell, akkor azt ki kell dolgozni azokat, hogy lesz ez. És akkor némelyik ember megkérdezi, ez 200 éves, csak úgy néz ki. A történelemben a szép kályhák, azok elfogytak, eltűntek. A szociálban jöttek ezek a nagymamás kettes szekrények, ami kifullasztotta az emberekben azt a szépségigényt, tehát elfordultak tőle az emberek. Ma meg, ahogy a házaknak a szigetelése javult, ahogy a fűtési rendszerek javultak, csak a dizájnszerű posztra került vissza. Nagyon kedvenc kályhám, a Jézuskás kályhám, ahol összesen 41 kis ikonképet csináltunk aranyozott keretben. Csak ezt szeretem, amikor nagyon extrém kérésekkel jönnek felém. Az egyik legérdekesebb az az, aki egy nagy autóval hozott egy darab törött csempét, és azt mondta, hogy neki ebből kellene egy kályha. Egy Steyr nevű osztrák kisvárosban találtam egy régi könyvet, amiben megtaláltam azt a csempét, Istenem, így nézhetett ki. Aztán érdekességek még, hogy ember a lovát festette bele, a kutyáját modelleztette bele. Szóval nagyon sokféle dolog van. Azt szoktam magyarázni, hogy az én kályháimban, mintha lenne lélek, mintha lakna benne valaki, mert annak az illetőnek szól, annak az illetőnek talán személyesen. Tehát a kályha az egy bizalmas dolog.